Castranovát, a testőrét és a sofőrjét agyonlőtték, miután Svájtekék felváltottak minket. Kitette? Még nem tudjuk, de az biztos, hogy profi volt. A B-sorra majdnem utolértük a gyilkost. Ez egy táskában volt, amit hátrahagyott. A kiszemelt áldozatok. Te is köztük vagy. A 8. helyen. Miért ez a nagy felhajtás? Ugyan már, emberek. Ha 10 kezem lenne, azon se tudnám megszámolni, hányszor fenyegettek meg. A listán 8 név szerepelt, Krakit. Az első 6-tal már végeztek. Vizsgálók mit mondanak? Még vizsgálják a kocsit és a szállodai szobát. A kocsin is van új lenyomat, a szállodai szobában is rengeteg. 92 féle új lenyomat. Az első 5 áldozatról már összeállítottam az anyagot. Terjeszkedni próbálok középszintű kereskedők. Castranova Flamingónál, ő is narkóval seftelt. Valaki meg akar szabadulni a konkurenciától. Igen. Köszönöm, hogy igyekeztek, Jerry. Nem felejtem el. Nagyon köszönöm. A kocsiban talált új lenyomatok közül az egyik szerepel a nyilvántartásban. Méghozzá az Interpolnál. A neve? Név sajnos nincs. De az új lenyomatok 1974-hez kötik őt, Allende egykori mexikói nagykövete. 1975 a török katonai attasé Rióban. 1977 egy kulturális attasé. 1981-ben egy szandinista szóvivő Caracasban. És a lista nem teljes. Bárhol gyilkol. Mindkét oldalon dolgozik. Bárkinek. Azt hiszik, argentin. Ez minden? Igen. Arc nélküli ellenség. A legjobbakat kell kiválasztani. Főnök, a gyilkos szobájában az ágy alatt találtak egy szakadt nyugtát. Egy név is szerepel rajta. Carlos Mendez. Rendben. Szóljanak a DEA-nak, FBI-nak és az ATF-nak. Az FBI már vizsgálja. Oké. Okay. Értesítsétek az Interpolt is. Talán tudnak valamit a gyilkosról. Carlos Mendez. Igen, azt hiszem, van anyagom erről a Mendezről. Telefonáltak a menedékből. Caroline és Billy megérkezett, és már vigyáznak rájuk. Kik vannak a menedékben? Manen, Sheeny, Hebner és Terence. Ez a habcsi még sose bukott le. Se akta, se fénykép, se új lenyomat. Lou, 6 embert ígértél. Nem sokára odaér 2 másik emberünk. Így lesz 6. Veled együtt már 7 lesznek. Egy pillanat, eszem ágában sincs elbújni. Nézd, mi helyetted is dolgozunk, Krakit. Kapcsolatban áll egy csomó bogotai nehéz fiúval. Ő is egykori kábítószer ügynök. Úgy tudni, van lakása New Yorkban, Miami-ban és Puerto Rico-ban. Rudy, utána néztél Linus Olivernek? Kinek? Aki a 7. a listán. Már megvan a címe. Gyerünk! Hányszor mondjam, Krakit, te most nem mutatkozhatsz! Ginával fejezzétek be itt a munkát, aztán figyeljétek ezt az Olivert. Lou, én elvégzem a munkámat. Mi a felét akarsz, Krakit? Vett tudomásul, hogy védőrizetbe kerülsz a családoddal együtt. Ha szükséges, megbilincselve viszlek oda. Én is ellenőrzöm a menedéket. Gyerünk, indulás! Először beugrunk a hajóra, hogy hozhass tiszta ruhát. Az FBI küldött egy fotót Mendezről. Sajnos nem sokat ér. Na, de hadd nézzem meg. Mi a fenét lehet ezen kivenni? Egy férfi fejének az árnyékát hátulról? Persze, Marco. Itt Lauderdale-ben. Igen? Te várjál csak.